Tehát eljutottam ide a szeszélyes felhőgig, és itt körbe érkeztek újabb világok, amik az eredetikből indultak. Tehát az első világ ez a dzsúzos dzsungel volt, és abból érkezik a tompa templomok. Nézzük akkor, ez milyen lesz el az utamból című pálya. Oké, hát akkor úgy tűnik itt is dzsungeles világról van itt szó, csak akkor talán annyi lesz, hogy... De nem igaz, hogy... Jól kezdődik már, nem azért. Na jó, azt az életet elkérjük. Akkor az a pattogással majd óvatosan, így mi, aztán föl, oké, visszatérünk mi ide, ahova kell. De várj, itt alul, várj, csak itt csúszunk, vagy mászunk alatta, aztán szépen pattogózunk. Jól van, akkor úgy tűnik, hogy oda-oda még egyet, gyerünk oda, pattanjunk fel, ez meg lesz, finomság. Eléggé ismerős, tényleg eléggé ismerős ez a kaland itt nekünk, de azért már ki van egészítve a képességekkel, amiket már mi megtanultunk az egyik. Nem mondom, hogy végigjátszás, mert igazából nem jutottunk el a végéig, csak egyszer már körbe mentünk itt a térkép. Wow! A térképen már egyszer úgy végigmentünk, és azért mondom, hogy akkor most már vannak olyan dolgok, amiket megszereztünk. Na várja itt, hogy menjek én odaig felpattogózok. Ez az! Erről van szó! Jönnek megint ezek a rakéták ott, akkor talán menjek itt a... Itt talán a víz alatt, csak vigyázzunk, ott volt egy szurókás. Ja, itt így küldi. Várja, még egyszer, ugorjunk még egyszer, ebből fel kell pattani, de várja, olyat lehet, hogy mondjuk ráugrok a rakétára. Ja, rá lehet ugorni így a rakétákra is, akkor megvárom még, de most csak egy kicsit lehet rajta lenni. Itt vagyok a legalson, jó, következőre rám mászok, meg ide rám mászok, és kész most már. Hát azok meg ilyen nyomkövetősök, vagy hőkövető. Ó, ne az életpontokat meg, Oké, szerintem a témakör az ugyanaz, viszont sokkal nehezebb ez az egész, én azt veszem észre, hogy itt a nehézség azért tényleg elindult olyan irányokba, de a titkok még megvannak. Nézzük itt a titkokat, akkor ezen így végig pattanni lehetett volna, hogy jó lenne, de nem jött össze, semmi baj, így viszont már megvan a ketrec. Jó, mehetünk szépen tovább, aztán itt lesz a pálya vége, gondolom én, de megindul, de egyből így, ez nem oké, várj, erről pattanjunk tovább. Erről szaladjunk tovább, azt a kis életpontot elkérném, de kapaszkodj! Az igen, még szerencsé, hogy ott volt a segítőkéz, de meddig kell még itt, azt eléri! Jó, sikerült, jó, várjál őt, de milyen gyorsan és milyen gyakran lövöldöz. Hát nekem most már mindegy, mert itt úgy legyőztük. Ja, kész van. Új trükkös kincs a finomságok földjéből. De mi megyünk tovább ebben a világban. A következő a fent és lent. Na lássuk akkor először fel, utána pedig le, vagy hogyan lesz ez, hogy működik ez. Elég közel van itt a kamera, hogy vigyázz, ott egy szuróka. Ott azt áttörjük. Vigyázz, azt bele akar vinni ott is egy szurókába. Hát igen, ez a pálya is úgy tűnik, hogy ellenünk van, és nem pedig velünk, de hát ez már csak ilyen, amikor már eljutunk erre a pontra. Hát, de vigyázz, sok szurókák, tényleg, de az nem segít, hogy ilyen közel van a kamera jelenleg, legalábbis én úgy, de... Ez nem igaz, ott egyszerűen csak leestem, hát ilyen. Ho, ott mi jött ki, milyen kis hernyóka volt az, vagy valamit én ott pedig láttam. Várjál, itt most hogy nyílik ez ki, vagy mozog magától? Aha, nekem meg jól kell időzítenia. Kapaszkodj meg benne! De a szurókás! Várjál, jó, még éppen, hogy túlélte. Fú! Várjál, vigyázzunk, a zene elég sejtelmes lett, nézzük innen, felbírod a pattanni. Igen, ez szép volt akkor, innen pedig tovább a talumokat gyűjtögetni. Aztán, várjál csak, itt csúszunk a hátra, oké, és akkor itt pedig a duplázás. Na gyerünk, küldjük neki egymás után, oda pattanj fel, mert egy shotot kihagytam, egyet kihagytam sajnos, de egy szívecske legalább összejött, de ne, belevisz a direkt, hát ezek a, várjál, ez nem is tudtam, hogy ott lesz az, itt a platform, de kimegy al, ellenem van most már a játék. Ó, sikerült elfogni azt, nem nehezek ezek a kicsi kis kihívások, csak tényleg amúgy nem úgy vannak,
megcsinálva, ahogy eddig megszokhattam, olyan kis chilles, most már azért nehézkes, de megvan a ketrec. Vadászó, gyűjtögető! Na akkor jöjjünk és vadászunk, meg gyűjtögessünk, az lesz a biztos, őket bezárjuk. Így bizony, de aha, szóval így fogunk mi vadászni, na akkor kezdjük a lövöldözést, ez igen, így hop, ezek is legyek, összegyűlnek, innen fognak kifelé jönni, aha, jó, akkor lesz egyik őket, de a lumukat, ha, várjál zene, olyan Indiana Jones-os volt hirtelen, ahogy itt zümmögtek nekünk, adjam még egy életet, ha bár azt nem lehet, sajnos vagy nem sajnos, gyerünk küldjük ott körbe-körbe. Hol van ennek a kikapcsolója? Annak hol? Vagy ott felül valahol? Vagy ezeknek nincsen olyan kikapcsoló része, és akkor úgy nem lehet őket deaktiválni, azokat a szurókákat. Ja, de annak volt? Annak ott volt egy. Igen, amikor van olyan növényzet a falon, akkor lehet, hogyha nincs, akkor pedig hát ez ki kell kerülni. Úgy veszem észre, én legalábbis. Úgy menjünk keresztül gyorsan. Jó, ez itt meg volt, az életpontos itt közöttük. Jó, megy ez, nem rossz. Hát már a moszkítókámmal elég jól összemeleget. Jó, itt felül mehetünk, itt ki lehetett kapcsolni, az a biztos. Ott van egy, aha, erről beszéltem, az hiányzott. Ha összemegyünk kicsibe, vagy jaj, csak a háttérbe. Na nézzük, milyen boss következik. Hoppa, na már semmilyen de itt vannak, oké. Jó, ez mit hoz elő? Ja, lumokat, azt hittem valami akadályt hoz elő, mert vannak olyan trollkodók is. Vigyázz bele, ne küldjön minket a szurókás részbe. Oké, még közben elvette az egyik szívet, várj, akkor megyek előrébb, de azért nem túlságosan, mert jönnek a legyek, és akkor ők megcsíphetnek engem. Vigyázz, de az hova megy annyira előre felé? Várj, a legyek ott jöttek le. Itt van néhány lum, ezeket összegyűjteném, így, jó, a szívecske jóhoz kellett, köszi. Itt pedig hát alul kellett volna menni azért a duplázóért, szóval ez most már így maradt. Most már csak jussunk ki innen, egyre szűkösebb a helyzet, és itt a vége, ja, jövünk vissza az árnyékvilágból a színes világba. Ez igen, ebből kérem a szépségeket, köszi szépen. Itt, belefújt, ott van egy piros ada, hogy kell, innen kell pattintani, igaz? Jó. Jó, gyerünk, szépen, és ez is meg lesz. Jó, és akkor így kiszabadultunk, azt hiszem. Aha, jó, itt a vége. Köszönjük szépen. Ketrec, Bab Maski. Maski, mint egy név amúgy a Maski, vagy a Monkey, az a... Na jó, nézzük akkor itt hogyan tovább, itt lefelé, így törjük le, vagy... de ott jön valami. Mi akar megenni, vagy mi a helyzet, ott lefelé esni, vagy ereszkedni? Most van a fent és a lent, itt meg a Maski. Ide le kellett esnünk, most pedig Maski. Ez egy szósznak lesz a neve, hogy Maski. Kérsz egy kis Maskit, és akkor olyan szálltó. Ez a szó most engem megbabonázott. Na várja, innen. Jó, azt a szívecskét elkérném a hernyókámtól. Ezek a kis szösszeneteket legyőzzük. Jó, ott a csomag. Állj, a csomagot kérem. Így bizony, most már add ide a segítőkezed. Itt pedig a titok! Titok pedig, mint hogyha a víz alatt lennénk, vagy mi a helyzet itt, már ide föl, itt pedig lefelé, és egyből meg is van. Megtalálom én a titkokat. Oké, tehát a titok megvan, aztán akkor innen, gyere, csak a kezed oda föl, pattanózás, várjál, mondom még egyszer, innen vissza, jó, de várjál, akkor ott bal szélen ott mi volt, ja, ott is van egy, várjál, gyere, csak elő, ide felpattanózok, de vissza le, hernyókám jön, nem jön, hát akkor elkérem azt a kezed, mondom, elkérem azt a kezed, fú! Jól van, éppen hogy megvolt, aztán akkor falonpattogózás, duplázó, na most kell gyorsan, gyertek, ó, kettő ott maradt, na várjál, egy költ ide, és ott a kettes, ez az, itt pedig akkor gyors kiütések, csúszka tovább a vízen, azt mondja, hogy hop, duplázó, ez nem jó, mert a platformok, ez a pálya, a fent és le összekeverték a címeket, én ezt már megmondom, mert itt mentünk le, itt meg megyünk föl, hát nem tudom, mit csináltak a címekkel, de nekem valahogy ez jobban illik arra, de nem az a lényeg, hogy mi a címe, hanem hogy be tudjuk-e fejezni, és meg tudjuk-e csinálni szépen. Ott maradt egy kicsikém, még megvan, 162. És akkor nézzük, várjunk itt felküld minket, igaz? Na még egyszer küldjél, höp, így bizony, innen vissza. Pattanjunk itt tovább fölfelé, aztán itt van egy csomag, egy darab ott maradt, de csak azért, hogy egyedül érezze magát. Nagyon, meg is kaptam érte. Jó, mehetünk tovább, platformok érkeznek szépen, és látjátok, azok nem mozognak úgy, mint azon az egy pályán.
pályán. Azon az egy szakaszon meg úgy mozogtak, hogy na, elhoztam azt az egyet, ugye? Ja, hogy még van a dobozkába? Na nézzük meg akkor ebben még kik meg mik vannak. Ugye, na most már mindenkit elhoztunk, 180-nal megyek tovább. Így bizony, most már akkor gyűjtögetni kell szépen és rendesen, de hát ennél már csak nehezebb lesz ez az egész. Hoppá, ott milyen ezek a hernyók bántanak, mert eddig zöldikék voltak csak, most pedig már a lilák is ott vannak, de hoppa, hol azok a nyulak? Ennyi a Raving Rabbits, nézd meg, hogy a Rayman kapaszkodj meg oda. Jó, innen pedig a platformok, de direkt úgy jönnek, tehát, hogy még az sincsen, hogy akkor már látni előre, hanem nem, ahogy én megyek, úgy egyszer csak megmutatja a játék, hogy ám úgy itt lesznek, pont jó helyen ott lesznek. Hát ilyen. Na jó, akkor látod megint, hogy csak úgy kiindulok, aztán akkor szép, és amikre ráugrok, abból egy lum elő is szabadult. Na jó, hoppá, ezek zárognak összefelé. Egy lum mindig előjön belőle, egy szívecske előjön. Az igen, igen, nem menjünk kapaszkodj, hoppá, tovább. Ez a fentéslepálya, összekeverték engem, nem érdekel. Vagy hát kimászunk a kalamajkából, az is igaz, menjünk odáig, én nem csak így lök egyet, rájuk esik. Ez az, így kellett ezt okosba megoldani. Kész is vagyunk. Nem semmi, mert egy új karaktert oldottam fel a horkolófában. Ez az új karakter pedig nem más, mint hop-ho-ho-ho, egy tínzike lesz, azt mondja, hogy ez a király tínzi. Köszönöm szépen! Fú, piu-piu! És akkor a következő pálya a még mindig sodrásban. Még mindig sodrásban. Az én elvárásom az az, hogy valamilyen vízsodrás legyen, és azon kell nekünk végig csak az elvárásoknak megfelelő a pálya. Na jó, de csak ennyi sodrás volt, akkor nekünk adjunk már ho-ho-ho, csak chillesen, az a jó kis király, azt kérem még, jó. Ez király volt, ez jó, nézett ki, ho a duplázó már is itt van, komám, szevasz, megyek tovább, megint adja a platformot, pattogózás fel a falra, egy szép ugra, de megcsipett. Wow, itt keresztül a törzsön, jó, aztán hát itt erre fölfelé, vagy mit kukkanózik kifelé, hát jó, ereszkedés, aztán a sodrás pedig mehet tovább. Jöjj, na itt óvatosan, mert egyből ennek én neki mennék, ha nagyon szaladok, úgyhogy csak szépen komótosan, lassan leereszkedem, és a sodrás kezdődhet, ezeket pedig hát nem egyszerre gyűjti össze, sajnos vagy nem sajnos, de a lényeg, hogy sodródunk tovább, itt ugrás, aztán a falonfutással egyszerre kellene ott úgy leérkezni, hogy mindegyik lumot összegyűjtsem, legalább azokat, jó, az úgy megvolt, egy szívecske, azt kérem, jó, a sodrást megnehezíti ezek a tüskések nehezítik meg az egész dolgomat, ez hadd tűnjön el, azt meg hadd kérjem el, ott van még egy, de odáig nem bírok felugorni, ha csak erről, de szerintem már elrepült, tehát az hamarabb kell, gyorsan kell itt gondolkodni, gyorsan kell itt gondolkozni, innen, de nagyobbat ugrok, mint amit, hát amit kéne, nem baj, a lényeg, ketrec is megvan, hoppá, kicsikeim lettem, nem baj, a lakatokat leszedjük akkor, minden pöttyöncs, amit megmentünk, közelebb juttat minket a Rayman a végéhez, államedőmhoz még 16 pöttyöncs, erről nem volt szó, mi a, még 16-ot, na várjál, akkor ide kell 90 pöttyöncs, hát akkor vissza, akkor ezt itt az utolsó pályát, a Tompa templomoknál jelenleg még nem tudom megcsinálni. Nem gondoltam, hogy ennyire fontos ezeknek a pöttyöncseknek az alapjáték végigjátszásához, hogy ez meglegyen. De akkor most elkezdem ezt a borzalmas barlangot, gyűjtjük pöttyöncseket, és akkor hát ha meg lesz, aztán vissza tudok térni annak a befejezésére, vagy hát hogy ott megmentsem azt a tündét, vad raj. Lehet még akkor visszamegyek egyszerűbb legelső pályákra is. Arra gondoltam, hogy először végig az egészen, és akkor majd utána kipucolom, de hát ha úgy gondolja a játék, hogy többet kellett volna gyűjtenem, akkor tegyük meg azt, hogy a vadraj bizony, a vadraj az vadas, úgyhogy óvatosan itt a zenélgetésekkel, itt vannak a biztonságos hely, hoppá, abból kérek egyet, azt hadd menjek egy darabon kereszt, ez nehéz, de jó lesz ez, főleg ha azt elkérhetem, próbálok én többet is
Ugye ide nem halál, de hogy... Tehát próbálok én azért többet is gyűjteni, de azt veszem észre, hogy amit kér a játék, az a 150 lum, azt úgy el szoktam érni, úgy nagyjából, de aztán meg kéri a 300-at, tehát kétszer annyit meg nem gyűjtögettem. Szerintem még egy pálya nem volt, ahogy úgy összegyűjtöttem volna mindet, de hát úgy tűnik, hogy akkor ügyesebbnek kell lennem. Vagy pedig hát lehet, hogy haladhatok, és akkor kiderül majd, hogy ezeket a tündéreket mennyi lumnál tudom majd összegyűjteni. De hát azt gondoltam, hogy hát csak simán majd a végén, de hát ha nem, akkor majd visszatérek még pályákra. Itt fent valami, hoppá, a rejtek, adjál csak egy ketercet, egy pöttyencs ide! Egy pöttyencset nekem ide, ez jó lesz, mert ezeket amúgy, ezeket elég jól meg szoktam fejteni, hogyha lehet ilyet mondani, tehát, és ebből egyből ad egyet. Tehát a három ketrec van, meg a... Ja, van az időpróba is, ott még mondjuk egyet sem mentem. Lehet, hogy azt is érdemes lenne. Mert azért 16 pályán, ha megszerzem azt az időpróbásat, már az is elég jó lenne. Habár nem tudom, hogy mennyire szigorú az az időpróba, de az biztos, hogy én ide lejöttem, a titok nyitja, oké? Okay. Na várjuk meg ezt, és akkor hoppá, ne úgy várjuk meg, hanem szépen tovább. Jó. Jön a csengettyű, mehetünk, itt ütünk. Még egy csengettyű, hoppá, indítsuk be a csengőt. Jó, innen, de ezek a... Fú, a vadraj, álljatok már, ez féle. Ú, akinek bogárfóbia, vagy valami fóbia van, itt ezt a játékot fogja és ott hagyja. Ezt nem fogja játszani szerintem. Vagy, na már ezeket akkor gyűjtögessük szép. Ott volt a duplázó, hogy a macska! Na nem baj, menjünk, most ez a duplázó meg volt. Menjünk tovább, ez a cél. Itt egy nyomógombos, azt mondja, ezt benyomjuk, hogy hadd induljon. Szépen, az állj! De nem igaz. Jó, így a kettő keresztül, adj egyet, jó. Hop, szépen. Menjünk tovább, gyorsba. Itt most hogyan? Itt kell alatt kerülni. Vele kell együtt haladni, de ha túl gyorsan megyek. Hoppá, ide felülre, várjál! Jó, ez nagyon veszélyes, ez veszélyes, de itt azért szépen leereszkedem, itt pedig alatta. Fú, nyugiság most már, hoppá, várjál, itt valami titok nyitja, valami titok ide fent, egy ketreces, ez az! Erről van, hoppá, várjál, moszkítókám, ilyen mini játék is van, hogy moszkítózni kell egy, gondolom egy rövidet, tehát nem egy hosszasan, de majd kiderül. De ott hogy menjek, jó, ott volt alul. Itt felül, aztán ott van alul, jó, itt keresni kell mindig a biztonságot jelentő csengettyűt kell eltalálni, csak hát előre jó lenne tudni, jó, ez itt volt. Inkább csak lövöldözni kell, aztán hát ha eltalálja, igen. Mert nem látszik, vagy hát lehet, hogy látszik, csak én nem megyek annyira közelbe még. Hajrá, ezt indítsuk újra. Azt hiszem megvan. Innen pedig itt a dobról visszapatintani. Maradunk a körbe, aztán le, és akkor így vagyunk a teljes gyerünk szépen azt a lakatot. Csap már szét, hát mi van az? Jó, oké, szép kis haladás, gyere add azt a szép kezed, a segítőkéz, ez igen. Azt tetszik, az a segítőkéz, arra én adnék valami nevet, valami jó karakternevet, de nem tudom, hogy... Hát de mi? Annak valami jó karakterneve kellene szerintem annak megérdemli a külön nevet. Lehet amúgy van, csak én nem tudom még, de hát ezt majd kiderítem. Meg hát is úgyis válaszolgattok az ilyen kérdésekre. Talán megmondjátok. Hoppó, várja. Itt. A platform. Azt nem kapta el? Milyen nem? Jó, mehetünk tovább szépen. Falonugrálás. Még egy gong. De már nem a túl nagy gongot túl sokáig. Gyerünk futás. Itt a következő. De állj! Én azt... Na, úgy eltaláltam bizony. És akkor a befejezés. Nézzük ezeket a... Várja, lefele. Aztán lefele és utána egy popon. Lefele még egy popon. Így bizony. Mehetünk tovább. Egy popon oda, egy popon ide a másik oldal. Mondom, másik oldalra. És most már csak fel kell nekünk jutni a ketrecig. Ezzel fejeztük be ezt a pályát. Új karakter a horklófából. Itt is van ez a tinzikomám. Ez itt a Samurai Jack vagy valami ninjás. Nekem valami olyasminek tűnik. Majd 80-nál itt lesz. Hát igen, Murphy-keim az adja. Úgy tűnik, de tinzikből annyi van. Vagy Raymanből meg csak vagy kettő. Hát trükkös szelek. Na nézzük ezeket a trükkös szeleket. Jaj, már kezdődik. Akkor ezek a szelek szárnyán kell nekünk majd bizonyos előrehaladásokat megtenni. Tuti lesz egy olyan, ami visszaküld az egész pálya elejére, vagy valami rossz. Tudtam, már kezdődik, az visszaküld. Én ezt éreztem, hogy valamelyik ilyen trollkodás már beleteszik, és
és akkor ki kell találni, hogy melyikkel kell nekünk menni, vagy itt... Na de miért nem fújózik? Hát, na, vagy kérem szépen a működését annak, ami... Oda belemehetünk itt a zöldikébe, és kijövünk a piroskán, zöldike, és kijövünk a piroskán. Gondolom én, hogy jó lesz, hogy nagyon remélem. Az a zöldike meg visszaküldene. Az tuti, hogy olyan szemtelen. Itt nem tudok a falon futni, várja akkor, de hát... Ja, várja, itt ez visz engem fölfelé alapból, tehát ez így... Wow, az alacsony gravitációs menet úgy tűnik, legalábbis, de hát a szelek szárnyán ez csak így működik, szépen. Jó, ez így chilles, ez így chill. Mert hop, na várjál, csak oda beérkezem, ide ezt elkérem, jövök vissza ki. Hát csak ide azt a finomságot, kérem szépen, hát mi van, itt van már mellettem, mennyi ideje el, még mit vár el ez a játék? Fölfelé egy támadás, duplázó, na várjunk, gyertek szépen, duplán számítsuk ezeket, a szépséges piros. Piroskákat! Ez jó, szelek szárnyán, ez jól működik, az teljesen oké, és ez a pálya, ott is van egy jó kis érme, azért egyszerűen ide bejövök így, aztán kikerülöm szúrókomámat, hoppó, ez is szúrókázik, gyűjtjük így a lumokat, ez az, de nagy, azért ne essünk túlzásokba, az a kis szárny, így, jó, van, hát persze, de most én hozzászokok ehhez, hogy így repkedhetek szépen, óvatosan, aztán a következő pályán meg ezt kiveszik, és olyan furcsa lesz, hogy hely, hát akkor ez nem úgy van hozzá, vissza kellett szokni ugye a könnyebbségből a nehézség, wow, ez azért közel volt, na várjál, itt jött felül, ki kell kapcsolni ezeket, jó, van még egy érme, azért én lemennék, hogyha megengedi kedves játékom, úgyni, itt pedig vissza föl, jó, az a szívecske, abból nekem jön a lum. Oké, szélen, menjünk föl. De ezek a szurókák, nem tudom milyen lényből vagy merről érkeznek, de azért az veszedelmesnek tűnik. Jó irányba megyek én, vagy hogy? Hát itt eléggé labirintus, de jó, feljutottam. Oké, és ez lesz az. Jöhet a ketrec, gondolom, most, aha, itt vagyunk. Jó, gyertek. Majd én felmegyek hozzád. Állj már, mi a... És még egyet, és utána pedig megvan a ketrec. Új karakter, meg én nyomom neki. A 80. pöttyensnél feloldottam ezt a komát. 95-nél lesz az a... Hú, a silver, vagy nem tudom milyen. És még itt lesz még kettő, úgy tűnik. Vagy ez nem tudom, itt továbbiakat, vagy hadd nézem meg. Ez vissza-vissza álomerdőbe. Ne lőd le a DJ-t! Úgy csinál a játék, mintha én nagyon lőni, azt tudni. Ja, mondjuk a moszkító. Ja, igen. Na nézd. Hol van a DJ? Melyik a DJ? Hadd lám csak a DJ komát. Jól van az. Jön meg szépen, más után. Onnan a zsákból kiszedem a Frodo-t, ez a duplázó, és akkor utána gyorsan. Gyorsan gyertek, itt jönnek még egymás után, szedjük le, az is egy duplázás. Hú, vigyázz, a tűz bombázik! Jól van, ennyit erről meg a nyugalomról. Oké, most már vissza tudnak támadni. Eddig nem is nagyon volt ilyen egyáltalán? Eddig nem nagyon. Várjál, de itt az a baj, hogy oda kellett volna, hogyha tudom előre, hogy én itt kezdjük el lövöldözni, mert ott pörgőznek, akkor én azt le tudom szedni, de így most nem volt egyszerű. Várja, ott van egy zsák, abból kellene a cucmau. Gyere, egy duplázó is ott van, akkor ezt úgy kell, hogy először ez, utána fel ez a duplázás. Szedjük ki őket, elkérem, megyünk ki. 107 eddig, az sem rossz. Ó, egyet kihagy... Várjál, jó, meg lett. Nyomni kell ki a lövöldözést. Egy kimarad, ott meg megint egy... Ja, hogy megvolt. Ha tudom, hogy merre jönnek, én simán megcsinálom, úgy fullozom ezt a játékot, hogyha tudom előre, de egyébként nem túl egyszerű így egyből neki látni, de hát ez a játékoknak a lényege, meg ezt én is kedvelem így a játékokba, hogyha már eleget játszottál vele, és jól ismered, akkor a mestere leszel. Nem mondom, hogy mestere leszek ennek a játéknak, de azt mondom, hogy hoppá, de érdekes az. Jó, itt is megvannak. Azt a figurát, ott le lehet szedni ezt a kis figurát? Ja, úgy tűnik, ad valamennyit ad, az is jó, felőlem jöhet. Ott a zsák, abból egy duplázó jött ki, ott abból a zsákból, meg hát nem tudtam kiszedni, ott volt bal szélen egy másik. Nem baj, ezekből kérem. Őt le lehet szedni, de visszafordul, pedig abba bőven van. Az olyan piros hernyóba. Úgy látom, hogy csak úgy osztotta elég. Csak úgy oszta, nézd csak. Vagy egyesével? Ja, a duplázó miatt tűnt soknak. Szerintem azért éreztem én úgy. Wow, de menő volt ez. Úgy végig szlanom. Jön egy mögöttem. De direkt arra! A majd! Jó.
Megvan, itt 2, vigyázz a tűzösre, itt megint 2. 2.92, nem lett meg a 300, pedig nem kellett volna sok, hogy a DJ itt nem volt szerintem, de sok mindenkit lelőttem. Magas feszültség! A zenék és hangjegyek világából megyünk az elektronikába, nekem legalábbis úgy tűnik, add ide azt az ötöst, arra pattanjak már fél, de nem igaz, hogy emiatt nem bírom a dupla. Itt mi ez a támadás, ez itt, várj, támad, aztán megyek, gondolom, hogy ez így működik, de hát így kijátszottuk a rendszert, jó, innen pattogunk föl, azt elkérem utána le, ez az nagyon jól megy, de várj, ott felül voltak, az nem tetszett, várj, hadd nézem ott fölötte, hogy van a, elég gyakran, már most indulok, éppen elcsíp, nem csípett meg, szerencsére, itt szépen keresztül az utolsókra visszafelpattan, mondom visszafelpattanózok, mert gyűjtöm, add ide, a szívecskéből kérem, add ide, ez az, most fúr, de megy. De nem mondd el senkinek, mert elkiabálom, aztán ennyit erről az egészről. Várjál, csak oda a kettő. Ide szeretnék én felkapa... Várjál már, nem jön le. Nem jön le teljesen, akkor innen kell fellöknöm így magamat. Jó. Ott van bal szélen egy zsák. Hát, trükközne, nézd meg, hogy trükközik ez az egész. Elkérem. Jó. Aztán itt tovább. Ott lent van a zsák. Várjál, vissza kell mennem. Itt legalul itt van ez a zsák, ezt elkérem. Meg a titok, hogy az a... Jól van, jól van. Én amúgy azt tudtam elő. Na lássuk akkor miért. Hó, ne már! Ne már! Vagy de már, hát most mit mondjak erre? Ez most így működik. Futás, menekülés, gyorsan, gyorsan. Te is mit lövöldözöl? Engedj be! Engedj be, gyertek ki, gyertek már ki! De menj arrébb, menj arrébb! Hip-hop, bigyó fölfelé, és akkor megvan a ketret. Jó, az nem volt olyan hosszú. Jó, most fejezzük be. Lássuk a következő pályán. Most én úgy odafigyelek erre mindenféle gyűjtés. Ott lesz majd egy duplázó, egy érme, amiért én el szeretnék menni. De nem szeretni kell, hanem meg is kell tenni. Úgyhogy én meg is tettem. Na várjál, itt közöttek el, itt óvatosan, mert azok a hangjegyek, szerelmes hangjegyek, na várjál, akkor pattogóz, szép gyors volt, duplázás, akkor kérjük itt összeset, ebből kérem az összeset, azokat az ellenfeleket ki kell iktatni, hogy abból is kérném a cucmog, de ide fel kellett volna másznom, igaz? Az a kis micsoda, oda, erről kellett volna felpattogózni, vagy hogy kérte ezt? Na, így jártam most már akkor. Így jártam. Pedig azt hittem, hogy ez jó lesz. Hát még nem veszed semmi. Még nem veszed semmi. Itt a felpattogózok, itt is van valami titok. Hadd nézem. Nem, ott nincs titok. De itt lesz valami titok. Itt szépen lefelé. Ezek a lumok nekem titkot rejtenek, ugye? Ugye titkot? Erről van szó. Na szóval, na lássuk. Ide egy pattantás, oda egy. Várjunk, még menjünk tovább, mert itt van egy. Mondom, innen pattogózok erre, és akkor ez pedig elvezet az utolsó... Na jó van, hát mérgelődjél akkor, hát elvetted a szívecskémet, ez így nem járja. De ennek van valami rendes módja, vagy itt kell így? És akkor jöjjünk csak ide szépen. Jó, innen akkor gondolom ez a felpattogózás... Na várj még egyszer, innen ez a felpattogózás lesz, innen pedig... Várja csak, na ez nem volt jó, tényleg elrontottam elég csúnyán. Ideig feljutottam, ott kirakott egy finom, de nem igaz. Azt az érmét pedig el kell érnem. Jó, elértem, aztán így ez végigmentem. 2.22, ez még kevés lesz. Ez még kevés. Nem tudom, mennyi része van még így a pályának, de ez még nem. Főleg, hogyha ebből a virágból is jön még egy szépség. Várja, innen hadd menjek föl, értük. Ez az. Ott lesz egy duplázó. Először akkor kérem abból, kikérem őket. Aztán a duplázóval pedig, de hova ment? Az a nagy csomag meg elment. Hát ez nem igaz. Add ide ezt a 25-est én olyan szépen megdupláznám. Remélem, hogy azt is duplázza, nem? Vagy az már pont lejárt. Hát a lassúságom. Hát igen, itt kell gyorsan. 2.95, hoppa! És itt a pálya vége, nem igaz. Na itt tudok-e még 5-öt szerezni? Szerintem amúgy nem, úgyhogy ez lett a vesztem. Úgyhogy hát megpróbáltam. Szép óra. Pontosan lassan mentem. Lehet ez volt a baj, hogy lassan mentem, mert ha gyorsabban megyek, akkor még az is lehet, hogy megvan. 301! 300! Meg lett a 300! GG! Ha bár még így is lehetne tovább a 350-re, mert azzal van meg az a medál, ott van az a medál. Új trükkös kincset nyitottunk meg, ez szép volt. Megyünk tovább a kígyószemre. Na kígyószem, akkor most megint moszkítózunk, vagy? Ja tényleg ez a kígyószem. Na jól van, akkor kígyózás, egy életpont. Nézd meg, az életpont is szórakázik már velem. Na itt ezen a pályán nem hiszem, hogy én nagyon gyűjtések medrébe fogok
evezni, hanem inkább a kígyóval kell nekem megküzdeni, vagy nem küzdeni konkrétan, hanem tartani a lépést. Mert úgy gondolom nem a legegyszerűbb, de hát meg kell tenni, amit meg kell tenni. Kattogózás, egy kikérés, oda bemenni a falra, vagy ott balra ott volt egy 25-ös érme. Hoppá, két kígyó is van? Vagy ez az eleje meg hátulja? Vagy hogy van ez? Hogy van? Hogy vagytok? Mi újság? Wow, de érdekesen haladtok. Ho, oh, komáim. Azt adjuk, de nézd meg azon, meg nyom, nyom. Nem könnyű, hogy ez milyen kialakítás. Na gyere, én nagyon szaladok már, azt közben meg sehol semmi. Nem tudok én úgy menni. Nézd, be fog zárni. Ja nem, ja nem. Vagy úgy fel tudok szaladni a... De mi? Hogy visz ez engem? Vagy mit akar ez a kígyózás? Várja, hogy erre menjek inkább. Várja, hopp, hopp. Ez az. Életpont. Jó, aztán ezekről a... Komáim! Fogjatok már meg! Hát nem igaz, esek le felé. Nem igaz, hogy esik. Ja, várja. Jó lesz. Jó. Az mi újság, pattogó koma? Az is jó. Szép zöldségesek. Jó van. Jó. Továbbiak. Ó, mellé, az rosszul céloztam azt az ugrást, és belemegyek a... Jó, itt hova ereszkedjek le? Itt hova kell akkor? Sehova. Mert jön a kígyó. Na gyere kígyókám, akkor vezessél. Megváltalak most már, úgyhogy maradj itt velem. Szépen. És akkor itt, hogy gondolja, itt alatta. Jó, hogy és így mehetünk. Oké, nézzük. Következő kígyószám kihívás. Ez az, jó. Azt hittem moszkítóval kell lesz először, de nem. Aztán eszembe jutott, volt ilyen is a... Nem azt mondom alappályákon, de ugye a játék elején, amikor ez a világ először szerepelt, akkor is volt ilyesmi. Az is jó volt, mert ott azt nem kell megnyomni, hogy ja, oda, hogy felmenjek az érmér, az azért lehetett volna. Pedig így falat képeztek. Ó, majdnem pontosan. Ez az jó lesz. Innen már nem biztos eljutok. Ez a baj, a sietni. Nem szabad sietni. Hogy gondolják ezt a menetet? Nem tudom, hogy melyik az igaz, mármint hogy melyik visz tovább, de úgy tűnik itt végig ez a fő, ami most itt van alul. Végig ez volt a főnök, úgyhogy csak vele kellett foglalkozni. Úgy tűnik, gyere ide. Szépen, jó. Egy pofon oda. Az úgy nem volt nehéz. Jó, és akkor bepattantunk pálya végét jelző kis figurákig. Egyik, aztán ott a másik, és kész vagyunk. A következő pálya szintén lezárva azt mondja, hogy még 22 pöttyös, tehát itt a 100-ig kell eljutni. Akkor úgy gondolom, hogy ez úgy lesz, hogy ennél a 90-ig kell eljutni, ennél el kell jutni a 100-asig, és akkor a minden igaz, hogy ez így működik tovább, akkor itt a tarkatónál a 110, és itt pedig a merész mélységben meg a 120-ig, és akkor utána meg lesz a 4 tündérke, és akkor jöhetek vissza ide a szeszélyes felhőkbe. Rím! Jó, hát akkor irány a következő világ, ez itt a Tarkató lesz. Itt úgy látom ott alul, hogy 4 darab pálya van, hát gyűjtöm a pöttyencskéket, ahogy tudom itt először. Így akkor végigmegyek így a pályákon, aztán ha meg lesz akkor a szükséges, akkor majd mentem megfelé a tündérkéket. Sárkányleves! Már a címe is milyen. Milyen jó ennek a sárkány... Opa, az tüzes volt! Milyen jó címe is van ennek a sárkánylevesnek. Hát igen, kezdődik nekünk a sárkányos leves. Készül a finom kis csípős leves. Így bizony, ezt már szeretem. De vigyázz, mert hogyha megéget, annak nincs jó vége. Hoppa, titok! Titokkal pedig megyünk egy kis bogyanókámmal. Na gyere szépen, vagy itt kikerüljük így, de itt tovább kerülés. Á, nézd meg ezt! Hova figyelj, Micsi, várjál! Jó. Oké, akkor ez egy ilyen kihívás lesz, azt nem lehet kiiktatni. Figyelni kell a tűzcsóvákat, és azokat pedig kikerülni, úgy haladni. Á, egy kicsit ér csak hozzá! Jó, már itt felül vagyok, hamarabb el kellett jönni így felülre, aztán itt alul, és ennyi volt, dehogy volt ennyi, vagy hát majdnem, itt vannak még, várja, jó, így vagyunk, kész, mehetünk. A finomságért. És akkor innen folytatódik a mi kalandunk. Ú, az a kolbász, ú, az a debreceni páros. Fincsi lehet, az biztos, gyere pattanjatok fel ide. Jó, azt a kis életpontot, hát jó, most már ezt nem szedem össze, mert nem arra vagyok. Chili paprika, így bizony, ezek a szószok nagyon jók. Én imádom ezt a világot, ez nagyon király. Ó, várja, add ide egy pillanatra még azokat a kis vislikéket. Ugye mi meg is vagyunk. ez király ez a világ, amúgy ez tetszik. Hoppó, a főzés, az ízek, ráadásul a csípős, ami az én egyik kedvencem. Eléggé kedvelem a csípős ízt, és azt az ízvilágot, na azt a szívecskét elkérem. Köszi, most már mehetünk, serpenyezzünk tovább.
aztán jussunk a pálya végére, ahol a borstőr... Hoppó! Ha, ez az. Jó, szépen. Add ide a csiliket. Ja, de még mindig kicsik vagyunk. Hopp, hova lögdösöl? Ne, összenyomod direkt! Gyorsan sikerült tovább jutni, ez a lényeg. Aztán a tűz. Jönnek itt a kanalak, vagy hogy van ez? De a tűz meg pont a... Várjál! Na még egyszer, tehát jön a tűz, akkor először én kanálra, utána... Ja, meg kell várni az időzített. Azt hittem, hogy végig nyomjott azt a tüzet. Itt a kis bicskáról. Ja, kis bicska, az igen. Hát azzal fog készülni a finomság. Ezt nem tudni, de az nem kellett volna annyira le. Úgy vissza tudok valahogy, vagy erről kellene, és úgy lengeni, vagy siklani odáig. Ja, de itt középen lefelé, igaz? Ahogy a lumok mutatják! És szépen ide siklunk a repüléssel. Ez igen, hoppa, gyere csak szépen, azt eléri, azt már nem érte el, kár érte, hoppa, itt viszont gyorsabban kell menni, és akkor, és, várj, ja, innen nem tovább ugrándozunk, így mehetünk, itt pedig jönnek a virslikék, vagy hát, de pont akkor mennek le, hogy jó, sikerült a virslin túl haladni, jönnek a kanalak most már, ja, de csak egy pillanatra van ott, egy pillanatra, akkor menjünk úgy, ez itt egy kis biztonság, aztán itt tovább, újra. Ezek a pattogózás, ez nagyon király, ez király. Wow, a csilikém! Jó van, hát ezért olyan csipős a kaja. És most pedig lézer komáim, az egyiket kiiktatjuk, másikat kiiktatjuk, és miénk a ketrec most már. Remekül csináltam, most már mehetsz a szegény kis Margaréta szintre. A 90. pöttyencset jelentette ez a pálya nekünk, és így ez jelenti az első ilyen bónuszvilágnak a tündér kiszabadítását, de először menjünk végig mindegyik pályán. Ez égő? Na mi lesz, ami égő lesz? Hoha, de várjál itt most, hogy menjek keresztül a lézereken le. Ja, jó. Akkor égő a helyzet, és moszkító mas, mehetünk. Szedjük szétfelé itt az ellenfeleket ügyesen. Ez égő, ez a helyzet, ami itt folyik, az nagyon égő. Vigyázzunk akkor ezekkel a pengékkel, ahol olyan lézer van, ott bizony penge támadás van. Úgyhogy ezzel nekünk óvatosan kell működni. Azt én kiszedem, így a duplázók, jönnek az ellenfelek, őket is. Megyünk tovább, ez is dupla, ez az! Nagyon megy most, nagyon megy, de állj, elkiabáltam vissza az életpontot, pedig jó lett volna, ha az plusz 5-öt jelent számomra, mert ha van egy szívecském, akkor a további szívecskés fiola az csak, hát nem az, hogy csak, de az igazából olyankor plusz 5-öt jelent. Ez most így nem jött össze, sajnos vagy nem, de ennél igen, ott látható volt, hogy érkeztek a szikráncsok. Tűzök között, tűzök hazafelé, de itt milyen csirke vagy mi készül ott szépen, ne csak itt, vissza, jó, meg egy ott maradt, hogy az a, hogyha nincs meg egy folyamba mindegyik, tehát így legyőzve, akkor az a baj, hogy olyankor nem ad semmilyen pluszt, a duplázó, jó, és itt is a duplázás, egy lement, semmi baj, itt a felső sor, alsó sor, utána a pörgő sor, ez az, meg is vagyunk. 203, nem rossz, de remélem még van azért lehetőség, vagy már itt is a pálya vége, vagy hova kerül, wow, a jeges, oké, át a jeges világba, úgy tűnik, akkor ez egy változást, moszkítóval megyünk, itt visszapattanózik, azaz, jó, ide fent van nekünk az életpontos, az is jöhet, alul az itókás, ja igen, erre emlékszem, ezt tudom, hogy melyik, várja, de oda, hogy azt az ellenfelet, hogy ezt az ellenfelet le lehetett volna valahogy győzni, szerintem valamilyen pattanós, tehát hogy valahogy pattogtatni valahogy, mi jött össze, nem baj, 251, itt duplázni hol lehet még, gyerünk, add a duplázás lehetőségét, azt mondja, hogy 303-ha összejön, te miért estél oda lehet, gyere nyugodtan, az alsó sort kiszedjük, a felső sort, 280, gyerünk, te mennyit adsz, és, ó, mi van a háttérben, mi az a nagy Godzilla? Egy hatalmas Godzilla ott van hátul, te ne pattogó hozzá annyira, mert én úgyis lelőlök. 298, 2 darab hiányzik, ne mondd nekem, hogy az a 2 hiányzik. Hoppá, figyeld, mit csinál? Felemeli, megeszi az egészet. Hát jó, megette, fel fog robbanni. Nem mondod, hogy ja nem, jégkockákat küld felém. Na köszi szépen, áj, vigyázz. Ó, be fog zárni. Nem tudtam így összegyűjteni mindent, de ott alul! Fú, gyorsan! Add ide azt a nagy csomagot! Ez nagyon szép volt. Duplázó, utána megyek értük. Gyere, az az egy még kell oda. Ott vannak. Add ide, hadd duplázzam ezeket. Tovább. Ide, várja.
Majdnem rám esett. Életpont. Szívecske még van, de azért vigyázzunk, vigyázzunk. Itt már nyugalom, már még ott lesznek szikráncsok. Gyorsan ki, nagy csomag. Aztán piranyák ott várnának engem, de leszállok. 366? Az megvan az arany, mert nem? Hogy várjál? Hadd nézzem. Mert elvileg mindig 350, hogy szokott lenni, hogy 150, 300 és 350. Gyerünk, pumpáljuk fölfelé a számokat. Ez az! 150 megvan, 300 szintén megvan, és ezek után nyomjuk még fölfelé 350. GG, ez az első aranymedál. Mert az aranymedál az most adott nekem valamit, vagy valami extra, vagy milyen? Akkor itt ez megvan, 360, addig jóval többet is szereztem meg, és akkor ez így mi újság? Ez így fix, ez így ennyi ez a pálya, tehát ennél nem kell időpróba, mert ahogy visszatekintek az előzőre, ott középen ott van az idő is, meg ott van az az óra is, de itt ennél, hát gondolom azért nem, mert itt megadott sebességgel haladt a moszkító, és nem lehet gyorsabban befejezni. Végre egy pálya. Szeszélyes gyümölcs. Szeszélyes gyümölcs, na melyik lesz az a gyümölcs? Egyből bele. A dinnye, a lime, vagy a narancs, vagy mi lesz, ami olyan szeszélyes lesz? Ez egy jó kép. Wow, én ezt szeretném a... Mit csinálsz velem, komám? Ilyet nem szabad, ezt már megbeszéltük szerintem, nem egyszer. Ők meg a szikráncsok nem jönnek le, ott felülről kellett volna szerintem haladni. De ez most így jött össze, pattanó. Várjál, ott most, hogy fel a falra, aha, ide tovább. Mert a rejtek az itt található. Ó, csak gyorsan itt tovább. Mi van még itt? Azt mondja az elek lefelé. Törjük lefelé. De ez nem jó, túl sokat török. Akkor először is ott felül kellene tör már. De akkor ő nem jön úgy lentebb, hanem csak ott korizik. Jó, akkor őt adjuk, de én is leesek. Hogy kell az, hogy alulról alá? Alulról legyőztük, de aztán tovább itt hogyan haladunk, mert az a baj, hogy itt nincs semmilyen talapzat. Itt, ha tovább megyek, itt nem tudok semmit se úgy lelőni, vagy lelökni, mert itt teljesen akkor én le fogok esni, vagy várjál, hogyha így éppen lefelé. Mert ha így durván megyek, akkor... Ja, itt volt pont egy szardiniás, és az megfogott, jó? Akkor utána megvan ez az ellenfél, utána pedig mehetek innen föl kitöröm, aztán lefelé megint veszedelmes, de így szerintem leereszkedem óvatosan lefelé, utána töröm át, de vigyázz, mert ők konzerves, és így tudok eljutni, ez igen! Ez egy jó kis kihívás volt, én amondó vagyok, ez tetszett. Na de tovább én hogy menjek, az a kérdésem. Hopp, azt a szívecskét elkérem. Így, és akkor... De nem, olyan kicsi, hát de... Jó, tovább, vigyázz, ott jön a platform, tovább ugrok. De mondom, tovább akartam én ugorni, és emiatt túl magasra kerül a királyfi. Ó, hogy az a... már ilyen kékszínűek azok a szurókák. Eredetileg, vagy hát nem az, hogy eredetileg, de a másik pályákon úgy emlékszem, ott inkább volt ilyen sárgás színű. De hát nekem a szín az úgy mindegy. Jó a változatosság. Ezzel kell vigyázni nekem, hogy ne patogjanak azok a narancs szeszélyes gyümölcsök, ugyebár, ha bár itt is vannak szeszélyesek, mert ahogy engem itt így lögdösnek, tényleg olyan szeszélyes. Jó, életpontocska, jó oldalra, mondjuk a szívószál, jól van, nem csak gyümölcs szeszélyes itt. Ez amúgy nagyon király ez a világ, nekem ez tetszik, kifejezetten tetszik, főleg ha megtalálom az ilyen szépségeket. Újabb kihívás, oké, ez ilyen jelly pattogós, akkor hát szedjük szét, de le is pattint. Jó, leszedtük a kettőt, és akkor most már csak fel kell jönni. A ketrecér. Mehetünk akkor szívószára vissza le, de megint ez a narancs pattogás, ez nem tetszik annyira nekem. Nagyon jön, ott van még egy, várjál. Akkor jöhet a zenézés, az lesz a következő kis világunk. Felőlem az is jöhet, de hova pattingat ez, hova. Az pedig el fog repülni. Hogy az a repülő is, várjál, oda és föl. És onnan föl, királyfit elkérem, aztán lefelé egy gyors ütés, itt felül kell, de a szuróka ott volt. Akkor a szurókával ott vigyázzunk, felugrok, és utána még ott repülni kell, az még úgy működik. Itt ezt az életet kérem, és akkor menjünk tovább, zúzzuk, hoppá, várjál itt alul, hát lehet alul nehezebb,
itt szerintem könnyebb felül itt így átjutni. Szivószáró pattanás tovább, és akkor itt van nekünk a befejezés, az a helyzet, hogy várjál itt most őket, vagy hogy kit kell itt, hogy az leessen, az a cél? Hát de én esek le, nézd meg! Lássuk, csak itt lepattanózik, most már akkor úgy esik, megy lefelé. Ez az, így pedig a miénk a ketrec. Új karakter! Na melyik az az új karakter? Hát itt a 220-nál lesz valami másik Rayman, de 220 a következő? Hát az nagyon sokat. Itt pedig nekem, hát ez az ezüst mágus vagy 220, aztán meg ott nincs mutatva semmi. Hú, Dark Rayman! Olyasminek tűnt amúgy, vagy valami olyan hoppá-hoppá. Itt pedig eljutottunk a végéhez. Még több pöccsön sem, még 24. Ájjájjáj, jó sok kell ide. Ez volt a tarkató, és akkor vissza, vagy nem az, hogy vissza, hanem a következő, a merész mélység. Miért így mogorva, de szépen van ez odaírva. Kérdést azt feltették, az én kérdésem most már csak az, hogy ki az, aki ilyen mogorva. Megyünk a mélységekbe, az úszóvilág következik nekünk újra, vagy nem újra, oké. Szóval egy királyfival kezdünk, és gyűjtjük kis szikrancsokat, azok jöhetnek minden mennyiségbe, de vigyázzunk ezekkel a lila szuróka halakkal. Vizes úszós pálya és úszós világ mennyire maradt szép és jó, az egy újabb kérdést vet fel bennem, de most már nekem kell ügyeskednem. Ugyanis itt sodrás van, amivel nekem jól kell dolgozni együtt. Hoppá, és a halacskákat pedig kiiktatni, mert jönnének ellenem. Szóval csak ügyesen és óvatosan! Oké, a zene is nagyon érdekes amúgy, nekem ebből nem jön. Ja, de jön. Oké, a zene is tetszik. A zenék is nagyon királyok a játékban szerintem, de nem tudom mennyire mondtam-e. Azt tudom, szívecskét kérem el, és utána duplá. Csak ezek a medúzák össze-vissza, és így el is... Hopp. Kihagytam párat, nem volt egyszerű ennek az összegyűjtése. De a lényeg, hogy wow, sodrással szembe. Na ez lesz a nem egyszerű, de felém, szándékosan. Direkt nekem küldi, nézd meg, add ide ezt a szívecskét. Hadd menjek közöttük el. De ez a sodrás is tényleg úgy van. Úgy van, hogy nekem jöjjenek inkább. Jó, sikerült, inkább felül kellett menni. Úgy tűnt, hogy amikor felülmentem, akkor nem felém sodorta. Na, lehet, hogy inkább tényleg a sodrás mindenféleképpen inkább lefelé sodorgatta őket, de most nekem kell gyorsan menni, mert sodrás az ide küldi a nagykomámat. Habár itt kijövök a vízből, szóval, ez úgy nem nagy gond szerintem. Én csak ebből szeretném kiszedni a finomságot, de nem ér... Jó, így elérte, oké. Jó, meg volt, hopp, szép lassan. Ez az, komám megvan. Azaz, tovább egy lumot. Hú, a szurókák! Ott érkeztek aztán föl. Gyere csak elé, aztán lefelé. Be ide, akkor a vízbe. Ha, ide kilökött szépen. Megyünk tovább, és lássuk akkor az... Az csak egy olyan kis ijesztőke volt, hogy ott volt az a nagy rák, vagy valamilyen vízi élőlény ott a vízbe. Van megint a sejtelmezzene. Din. Ez kis zongor... Ó, itt van a sejtelem! Most... De ne! Pont akkor záródott le, megyen ide, alulról támadás, legyőztük, jó. Hát nem volt túl nehéz legyőzni, ez igaz, de azért amikor ránézünk, veszedelmes, az biztos, na várjunk csak, itt milyen támadás, direkt pattogózás össze-vissza, menjünk föl, és a menekülés útjába megyek. Jó, te ott legyél, te is ott legyél, engem ne bántsatok, nem adjatok, inkább egy szívecskét kérnék, az pont eltalált! Jó, sikerült, most pedig, várj, mik vannak nálam, ilyen lövöldözőkék, vagy mi az? Mint ha itt tudnék lövöldözni valami olyan, menjünk vissza le, itt most mondjuk elég könnyű, mert csak így fölfelé kell támadni, de ettől függetlenül azért óvatosan tegyük meg, hát persze! Na megvan a ketrec, búvár akció! Na lássuk akkor milyen akció lesz itt, hát így kezdődik a pálya és ez a búvár akció? Megyünk moszkítókámmal lefelé, vagy hogy lesz ez itt, mi lesz ebbe a búvár? Mindjárt kiderül egy életpont, és tényleg megyünk le a víz alá. Úgyhogy csak ügyesen, nem tudom, hogy sikerül-e megint, de én próbálok és törekszek arra figyelni, hogy egy újabb
aranymedál meg legyen, de hát nem ígérek semmit. Én nyomom a lövéseket, és hajrá! Ajjaj, jön a buvár akció bizony! Ott van az a nagy így bizony, ez hiányzott az én életembe, hogy jöjjön még egy ilyen komám. Nekem ott hátul lehetett sebezni, ha jól emlékszem, de majd mindjárt kiderül, hogy ez a jelenlegi állapotában hogyan lehetséges. Ajaj, nekem ez nagyon nem tetszik, nekem ez a sötétség nem tetszik. Ó, de azok a zöld halacskák, azok tetszenek, mert ők itt vannak velem és segítik az én életemet. Ajaj. Egy ott maradt, egy medúza, azért itt hagyott valamennyi lumot. Jó, és a zöldek itt vannak, az jó. Utána elkérem ezt, menjünk valamennyire. Jó, aztán figyelni kell, két sorba is jönnek a medúzkák, hadd jöjjenek. Menjünk neki aznak a növénynek, mert az dobja a szikrancsokat, így mi gyűjtögethetjük. Szépen, megvannak, elég jól haladok. Nézzük, erre mennek ezek. Jó, ott a sávon tovább haladhatok, ez az. Itt patogózzon a lövés, patogózzon bizony, jó, ez is megvan. A szívecskéből 5-öt mindig kapok, az jó. Itt kikérem, és akkor utána gyűjtögetem, jó. Tehát ott a növénynek neki kell menni, és akkor abból is származik majd valamennyi lunk. Jó, hát eddig 2.39-nél tartok, meglátjuk ez meddig fog menni, vagy hogy lesz. Már kijutottam, ez ennyi volt, most már a másik oldal. Ja, a zene. Ajaj, boss fight úgy tűnik, vagy ki tudja, lehet, hogy csak ilyen ijesztőgetésben lesznek itt. Hát nem kizárt, itt bal szélen kellett volna maradnom, de féltem a tüskéktől. Nem gondoltam arra, hogy az ott biztonságos, ebből hogy jön ki. Duplázó, és megszúrt! Várjál, de ott a másik duplázás. Jó, végül is csak jól jöttem ki belőle. Szívecskét kérek, hol van? 3.28, 300 már megvan, de talán még hiányzott volna valamennyi az aranyhoz, viszont így is elég jó, mert hát a pöttyencsek megvannak, vagy várjál csak, figyeld, ide lent még lesz valamennyi, azt hittem még ide lent lesz valamennyi. Ez nem így volt, de ettől függetlenül szép eredmény. Új trükkös kincs a rejtélyes romok világban. Azzal lehet egy újabb fogat feloldani, viszont mi megyünk a baby garnélákhoz. Lássuk akkor, hogy kell vigyázni a baby garnélákkal, és azzal, hogy itt egy titok van. Hát persze, hogy egy titok, mert én minden titkot... Na jó, láthattátok, hogy nem sikerült még minden titkot... Hopp, mi jött mögöttem? Ott vannak a baby garnélák! Várjál, de most akkor merre figyeljek, jobbra felé kell haladni, szóval inkább arra, de ott jönnek mögöttem és meg akarnak enni, el akarnak fogyasztani, hiába baby, ez nem lady. Úgyhogy gyorsan meneküljünk, gyorsan akkor menekülj, amerre csak látsz. Itt alapból gyorsan kell ezt csinálni, ezt a pályát, nemhogy még így majd az időpróbás pöttyáncsi gyűjtésekor. Itt jönnek, aztán lesznek megfelé, hát persze, mi más csinál? Wow, vigyázz, az a kard, fú, az enne meg olyan chilles kis nyugis, aztán meg a karddal egyből támadás, piu, hogy mennek ezek a, na jó, gyorsan még a kampósok is, hát meg akar enni az egész világ itt engem, vigyázz, ott is szippantó, hop, lassan, óvatosan. Lassan és óvatosan jön már az a lila hernyó is nekem. Persze, minden jönhet ide nekem, szépen menjünk csak. Jó, ezt szeretem, amikor szép nyitott a hely, és belátható az egész pálya. Ez, wow, jó, csak ezért volt ez mi, hogy lássuk, hogy ki követ és mikor követ. Jó, gyorsan menjünk. Oké, és ó, vigyázz, mert ő is legyőzi ezeket. Várj. Merre tudok én haladni? Ugye nem jössz utánam, de hogy nem jön? Várja, még itt van egy, a védelmi pajzsot, így már kiiktatjuk. Fú, kész! Következő pálya le van lakatolva, visszatartom a rémeréket, amíg te kiszabadítod a pöttyencseket. Még 28! Ami azt jelenti, hogy 130 pöttyencs összesen, hogy akkor azt a 4 darab olyan tündét ki tudjam szabadítani, vagy hát, hogy le tudjam venni róluk a terhet, mert most is meg akart menteni valakit. Itt már elérhető a tompa templomoknál, de akkor én azt mondom, hogy összegyűjtöm akkor amennyi szükséges, és egy videóban az összes kis tündérkeit akkor felszabadítom, és akkor utána megyünk ide a szeszélyes felhőkbe. Találkozunk legközelebb.